Így köszönték meg a bátaszéki Petőfi Sándor művelődési ház dolgozói, a vezetőnek Csötönnyi Lászlónak a nőnap kapcsán tett gesztusait. Mint látható, jó hangulatban telt a készülődés a nőnapi műsorra. És miközben szállingóztak a nézőtérre a vendégek, Csötönnyi László és kis csapata szépen elrendezték a süteményeket az állófogadásra. Az önkormányzati intézmények dolgozói a tulipán és sütemény mellé a Pécsi Nemzeti Színház két művésze, Györfi Anna és Götz Attila vidám zenés műsorát kapták ajándékba. Népszerű operettslágereket például, a Csárdás királynőből, Marica grófnőből, amelyek szerintem mindenki számára ismerősen csengenek majd, illetve romantikus musical slágereket hoztunk, ami nőnapra illik. Kislány, a zongoránál fehérebb, az orgonánál, jaj, de szépen játszotta a liszt rapszódiát. Borzasztó nagy megtiszteltetés ajándéknak lenni. A csomagolásért elnézést kérek, azt a szüleimnél lehet reklamálni. Egy olyan különleges kis műsort állítottunk össze a nőnap alkalmából, amiben minden hölgy, a legkisebbtől a legidősebbig megtalálja azt a kis kedves szórakozást, amivel őket ki lehet rángatni abból a bizonyos monoton kerékvágásból, abból a szekértáborból, mindennapokból, reggeli kelés, család, munka, család, fekvés. Legyen ez az ünnep, ami róluk szól, olyan kis dalokkal, amiket szeretnek, amiket ismernek, és amivel velünk tudnak énekelni. Köszöntés után egy nagyon kedves barátomat szeretném színpadra hívni verbálisan. Őt úgy hívják, hogy Pityák Zoli bácsi, egy 96 esztendős úriember, az én mesebeli példaképen. Róla fog szólni egy kicsit az ő viszonya Jolika nénihez, a kedves feleségéhez, és ezzel átkötve sok-sok dalal. Látom, szinte látom a szemét. Elmúlt, s ami elmúlt, sose szép. Rá gondolni mégis gyönyörűség. Nálunk van egy színházi szakszervezet, és a szakszervezet mindig megajándékoz bennünket egy kis csokoládéval vagy virággal minden évben, úgyhogy tartjuk, illetve hogyha van előadásunk aznap vagy próbánk, akkor a férfi kollégák meg szoktak minket ajándékozni egy-egy szál virággal. És te ezt hogy fogadod? Hát szeretettel, és nagyon örülök neki, hogy fontos nekik ez az ünnep. Társulati szinten igen. Mert nagyon jó dolog adni. Magánéleti szinten be kell, hogy valljam, hogy én nem nagyon ünneplem, mert az én mennyasszonyomat én az év minden napján nőnek tartom, és hát így külön nem szoktam virággal ajándékozni meg, bár nagyon-nagyon sokat köszönhetünk mi férfiak a nőknek. Tehát ugye az élet, már magát az életet is, úgyhogy igen, mindenképpen ünnepeljük, csodálatos ünnep. A Nemzetközi Nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amit 1917 óta világszerte, Magyarországon pedig 1948 óta minden évben március 8-án tartunk. Ez a nap eredetileg a mai virágos kedveskedős megemlékezéssel szemben munkás mozgalmi eredetű, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. Mi szeretjük a hölgyeket, maradjunk ennyiben is, és hát mindenképpen ez a nap alkalom arra, hogy megköszönjük az ő tevékenységüket. Ugye hát ez egy munkás mozgalmi programból vagy munkásmozgalmi eseményből nőtte ki magát, most már azért egy kicsit megszelídült, és valóban arról szól, hogy a férfi társadalom ezen a napon kifejezi háláját és köszönetét a hölgyek irányába.